Sziasztok, köszöntelek benneteket! Beköszöntött a nyugalom kora itt a Kárpát-medencében, ugyanis egy anticiklon peremére kerültünk. Ennek hatására gomoly felhős napos időre van kilátás, és marad a mérsékelten meleg időjárás. Nézzük is meg az időjárási helyzetet. A Brit-szigetek felett egy anticiklon található, ennek a peremére kerül majd a Kárpát-medence, ennek hatására pedig a légköri frontok messze elkerülnek bennünket, és főként helyi hatások alakítják majd az időjárást. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős vagy derült időre számíthatunk, némileg több felhő az ország északkeleti-keleti felén valószínű, de az ország nagy részén marad a túlnyomóan derült idő. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, hűvösebb a Dunántúlnak a nyugati felén, illetve a fagyzugos völgyekben lesz majd. Napközben gomoly felhős napos időre van kilátás, de inkább a napsütés lesz túlsúlyban. Az északi középhegység térségében viszont erőteljes marad a gomoly képződés, itt még egy-egy futó zápor lehet, azonban az ország nagy részén számottevő csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul majd, az ország nyugati felén mérhetjük majd a melegebb értékeket. A szél nagy részt élénk lesz, de ez főleg a nap első felében lesz jellemző. Ez nem jó hír a holnap kezdődő kékszalagvitorlás versenyzőinek, ugyanis a Balaton mentén is maximum a csütörtök délelőtti órákban lehetnek majd élénk széllökések északi irányból, azonban a verseny nagy részén gyenge szélre kell majd számítani, így most inkább a tapasztalat, illetve a helyismeret lesz a döntő a verseny során. Tavaink hőmérséklete egy-egy fokot csökkent, némi változásra majd a hétvégétől kell számítani, ugyanis akkor emelkedik majd a hőmérséklet, de nézzük ezt meg a valószínűségi előrejelzésen. Jól látható, hogy még nagyjából szombatig marad ez a mérsékelten meleg idő, utána viszont emelkedni kezd a hőmérséklet, egyre melegebb léghullámok érik majd el a Kárpát-medencét, nem csak melegebb, hanem egyre labilisabb légtömeg is érkezik, ennek hatására pedig főként vasárnap délutántól lesz egyre aktívabb a légkör, ekkor újra elszórt jelleggel záporok, zivatarok alakulhatnak ki, de ezek továbbra is inkább csak lokálisan öntöznek majd jelentősebbet. Ezt követően pedig nagyjából a jövő hét közepéig emelkedik a hőmérséklet, utána ismét egy frontrendszer érkezik, tehát ez a kánikula nem tart majd sokáig ismét. Én ezzel köszönöm a figyelmet, további kellemes napot kívánok!